A fűrész franchise-t sokszor eltemettük, de akár csak a központi figurája rendre visszatér a mozikba. Lehet szeretni vagy utálni, de tény, hogy a modern horror egyik legnagyobb zászlósajójáról van szó, melyre két fő eleme okán hivatkoznak előszeretettel. Ezek a csavarok és a csapdák. A legfrissebb tizedik felvonás mindkettőből nyújt eleget, noha kisé hullámzó színvonalon. De azt mindenképp ki lehet emelni, hogy Jigsaw visszatért. Ennek apropóján összeállítottam az én top 10 fűrészfilmek listámat. Vágjunk is bele! Spirál fűrészhagyatéka. Az abszolút fekete bárány. Hát elsőre jó ötletnek tűnt, hogy egy a fűrészre csak az alapjaiban hasonlító, elsősorban sötét krimit kapjunk, de a végtermék minden szempontból mellé ment. Chris Rock nyomozója katasztrófa, a csapdák gyenge utánzatoknak tűnnek, a csavart kilométerekről látni, és meg atmoszférai építésben sem sikerült megütni az átlagos szintet. Az újító szándék becsülendő, de ebben az esetben jobb lett volna inkább csendben maradni. Fűrész újra játékban. A pocsék hetedik felvonás után eltelt hét év, hogy aztán egy szinte teljesen új stábbal tető alá hozzanak egy soft tributot. Az eredmény egy vérgyenge utánérzés, mely igyekszik tisztelegni a korábbi epizódok előtt, de csak kínos erőlködésre futja. A csapdák egyszerűek, helyenként bugyuták, és az egészből hiányzik a klasszikus fűrész hangulat. Az árásig szimplán csak rossz, de Érkezik a csavar, és átmegy az egész önmaga paródiájába. Óriásinak szánt felfedezés, melyel csak az a gond, hogy teljesen inkonzisztens, és annyi lyukat hagy maga után a sztoriban, amennyit megszámolni is nehéz. A habatortán a segéd, aki már mindenki előtt ott volt, és segítette Jigsaw-t. Hát persze, a szomszéd bácsi takarítónőjét is biztosan beszervezte már húsz évek, Raymour papa. A lusta írás ne továbbja. Fűrész 3D mivel a hatodik rész nem hozta a várt számokat, így a 3D-re keresztelt hetedik etapot szánták a finálénak, ami valljuk be időszerű volt már. Olyannyira, hogy a kánonba tartozó számozott darabok közül simán ez a leggyengébb. Hoffmanból meg sem próbálnak normális karaktert csinálni, sőt még jobban lebutítják egy karikatúra-szerű mészárossá. A sztori érdektelen, a szereplők irritálók és ostobák, a hatalmasnak szánt végső csavar, az elcsépelt, ő végig volt és segített neki revelációval, pedig már végtelenül unalmas és röhelyes. Ami mégis menti a menthetőt, az a gór és a csapdák. Akadnak felszíszenős pillanatok és kegyetlen megoldások, de legalább ezeknél kivált valamilyen érzelmet az, az egyébként pocsék hetedik rész. Fűrész 5 Jigsaw már a múlté, de persze flashback formájában viszont látjuk, a szálakat azonban már nem ő mozgatja. Itt kezdett el igazán lejtmenetbe kapcsolni a széria több szempontból is. Az önismétlés egy dolog, de a próbákat kiálló áldozatok szára teljesen jellegtelen, a csapdák nem túl kreatívak, és úgy érződik, hogy az egész hajci csak a cím miatt került be a filmbe. Hoffman és Jigsaw közös pillanatai a visszautalásokkal egész hangulatosak, és a tempó is pörgős. A maga nemében képes szórakoztató lenni, nem bűnrossz, de nagyjából a széria leginkább semmilyen felvonása. Fűrész 10 a legfrissebb darabra visszatértek a gyökerekhez olyannyira, hogy a cselekmény az első és a második rész közt játszódik. Sokkal karakterközpontúbb, mint az elődei, Kramer abszolút főszereplő, és a történet is a saját káváriájára épül. Más kérdés, hogy miért akarnak belőle pozitív hős csinálni, emiatt morálisan kikezdhető a film, és a csavarok sem ütnek túl nagyot, de végre sikerült visszahozni a hangulatot. A csapdák hatásosak, nem fogják vissza magukat, és tudják, mi kell a rajongók visszacsábításához. Tény, hogy lehetett volna jobb, de már az is valami, hogy a 2009-es hatodik felvonás óta ez a gyilkos játék lett leginkább működőképes. Fűrész 4. A trilógiával lezárult egy korszak, és akár az egész franchise-nak vége lehetett volna, de túl jól ment anyagilag, hogy ez megtörténjen. Érkezett a negyedik felvonás, mely bár igyekezett frappánsan kapcsolódni az elődjéhez, mégiscsak egy új kezdet volt az alkotók részéről. Pörgős cselekménnyel, kreatív képi áthallásokkal operál, csak túl sok vasat tart a tűzben ahhoz, hogy igazán egyenletes élmény legyen. A csapdák nem rosszak, de nincsenek a széria elitjében, a morális dilemmák, a brutalitás és a fordulatok úgy, ahogy rendben vannak, nem lógnak ki a korábbiak fényében. A végső csavar ellenben már kicsit túlírt, izzadságszagúnak érződött és megalapozta a későbbi felvonások gyermekbetegségeit, de az összkép így is korrekt. Fűrész 6 talán a fejeseknek is feltűnt, hogy Hoffman iszonyatosan gyenge karakter, aki képtelen betölteni a John Kramer által hagyott űrt. Éppen ezért az aktuális halálcsapdás szárazúttal Jigsaw személyes ügye. A gondolatmenet, amit felvet, kifejezetten érdekes az életről halálról döntő egészségbiztosítási cégvezetővel, ám a játékok kicsit sekélyesek és a libi megoldásokkal szolgálnak, már ha létezik egyáltalán kiút. A pörgős tempó és a tévésorozatos stílus azért még mindig működik, illetve az ötödik felvonásnál is jobbra vizsgázik, főleg sztori vezetés szempontjából teljesen átmentünk kínzós pornó szappanoperába, de talán pont ezért lehetett élvezni. Fűrész 3. Ezt a szériát többször lezárták, vagyis inkább lezárhatták volna. Leginkább itt adta volna magát, de mivel a mai napig a franchise legtöbb bevételét hozó darabjáról van szó, így jöhettek a folytatások. Cson már a halálos ágyán fekszik, de nem rest mandával karöltve játékra invitál néhány szerencsétlent. Egyre több dolgot fedezünk fel a főszereplők múltjából, emellett előkerül fő témánk, a megbocsájtás. Más kérdés, hogy mennyire sikeresen járják körbe, hála az irritálóan pepecselő Jeffnek, aki az elhunyt fiát gyászolja sajátos módon. A végeredmény ettől függetlenül hatásos, több kulcsfontosságú esemény is itt történik, valamint messze itt a legkreatívabbak és legbrutálisabbak a csapdák az egész sorozatban. Fűrész 2. A nagy siker után a második rész a folytatások szokásos módszerét követte. Mindenből többet és nagyobbat a korábbinál. Ez a mentalitás sokszor aztán csúfos bukásokat eredményez, de ebben az esetben nem így történt. Akadnak felesleges töltelék karakterek, akik csak az áldozat szerepében tetszelegnek, de a több szálomfutó futó cselekmény működik, a csapdába esettekkel és jigsaw vallatásával. A tempó szuper, a csavarok nem különben. Itt tudatosult először a nézőben, hogy Kramer mennyire dörzsölten gonosz és számító figura, de pont ettől vált olyan hamar horrorikonná. Fűrész James Wan kvázi vizsga filmje, apró pénzből tető alá hozott kevés helyszínes horror, ami elindított egy igencsak jövedelmező franchise-t. Van képes volt kompenzálni a büdzsé hiányát kreativitással, mely megnyilvánul többek közt a vizuális trükkökben, és persze a forgatókönyv frappáns húzásaiban, amit a főszereplő Lee Vennell-el közösen írtak. Feszült, pörgős élmény, ügyesen felhasznált inspirációkkal, és hatásos lenne a zárás nélkül is, de azért nem mehetünk el szó nélkül a mellett a bizonyos csavar mellett. Nem túlzás állítani, hogy a film történelme egyik legemlékezetesebb és egyben legütősebb revelációját kapjuk meg itt, melyet azóta is próbáltak nagyon sokan másolni. Ennyit számít az a bizonyos vízió. Ez lett volna az én fűrésztop listám, kommentbe jöhetnek a ti aztán tartsatok velem is legközelebb. Csát!